Karácsonyi díszek és mézes kalácsok is készültek idén az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben szervezett foglalkozásokon, amelyeket minden évben megszerveznek az érdeklődők számára. Már jó pár évre visszamenőleg, karácsony megelőzően egy hétig itt gyülekezzünk minden délután, hogy készülődjünk a karácsonyra. Ugye lelkiekben is, de mi a gyerekekkel inkább így kis tárgyakkal, a karácsonyra jellemző tárgyakkal hívogatjuk a karácsonyt. Úgy nézzük, hogy minden évben mást találjunk ki nekik, hogy érdekes legyen. A gyermekek közül többen minden évben részt vesznek a foglalkozásokon. Voltam itt már korábban is, és most itten angyalkákat csinálunk. Tetszik neked? Igen. Miért jó ide eljön? Azért, mert itten jól elszórakozunk, még csináljuk ezeket, meg ügyesedünk. Csináljuk az angyalkát. És tetszik neked? Igen. És mit csináltak később ezzel az angyalkával? Mert itten jól elszórakozhatunk, még itten sok, néha bírunk sokat csinálni. És mit csináltok? Most angyalt, tegnap fenyőfát csináltunk. A csipesz angyalka mellett fenyő és ablakdíszek is készültek, de a hagyományos mézes kalács készítésen maradt el. A foglalkozások célja, hogy a gyermekekben a kreativitáson és a szórakozáson keresztül táplálják a karácsonyra való készülődés örömét.